Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké! Amen! Kedves testvéreim! Mai szentmisénket a Hozsanna énekes könyv 89-es énekének első és második versszakával kezdjük. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Kedves testvéreim, nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat itt a gazdagréti Szent Angyalok templomban és otthonaitokban az Apostol Televízió média szolgálatával. Ima közösségben vagyunk, és a Szent Mise ünneplésével kezdjük meg a mai pénteki bűnbánati napot, és kifejezzük ragaszkodó szeretetünket az Úr Jézus iránt az első pénteki Jézus szíve tiszteletünkben, amelynek majd a Szent Mise énekeivel is hangot adunk. Ma Vanga Szent Károlyra és vértanútársaira emlékezünk, akik ugandai vértanúk és a hősies, hűséges Krisztus szolgálat példaképei. Szent misénket élő Domonkosért és Zsófiért ajánljuk föl. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, te a vértanúk kiömlő vérét keresztényeket termő magvetéssé tetted.
Adj mindenkor bőséges aratást egyházad szántóföldjén, amelyet Lvanga Szent Károly és társai vérük hullásával öntöztek. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké. Amen. Szentecske az apostolok cselekedeteiből. Amikor Pál apostol fogságban volt Cezáreában, Agrippa király és nővére Bereniké odaérkezett, hogy üdvözölje Festust, az új helytartót. Már több napja ott időztek, amikor Festus szóvá tette a király előtt a fogoly Pál ügyét. Elődöm Félix itt hagyott egy foglyot. Amikor Jeruzsálemben voltam, a főpapok és a vének hozzám fordultak ügyében, és elítélését kérték. Azt válaszoltam nekik, hogy a rómaiak senkit sem szoktak kiszolgáltatni, amíg a vádlottat nem szembesítik vádlóival, és alkalmat nem adnak neki, hogy védekezhessék a vád ellen. Mikor aztán többen idejöttek, másnap késedelem nélkül a bírói székbe ültem, és elővezettettem azt az embert. Amikor a vádlók előálltak, semmi olyan vádat nem hoztak fel ellene, amelyet én bűnnek minősíthettem volna. Csak vallásukkal kapcsolatban volt vele valami vitájuk, meg egy bizonyos Jézus nevű halottat emlegettek, akiről Pál azt állította, hogy él. Ezekben a vitapontokban nem tudtam eligazodni. Ezért megkérdeztem tőle, hajlandó-e fölmenni Jeruzsálembe, hogy ott ítélkezzenek fölötte ebben az ügyben. Pál azonban föllebbezett, és azt kívánta, hogy ügyét küldjem el a császárhoz. Úgy rendelkeztem tehát, hogy tartsák őrizetben, míg el nem küldöm a császárhoz. Ez az Isten igéje. Istennek legyen a Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Amikor feltámadása után egy alkalommal Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől. Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Péter így szólt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Erre Jézus azt mondta neki, legeltesd bárányaimat. Aztán újra megkérdezte tőle, Simon, János fia, szeretsz te engem? Ő azt felelte, igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. Erre azt mondta neki, legeltesd juhaimat. Majd harmadszor is megkérdezte tőle, Simon, János fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte, szeretsz engem, és ezt válaszolta. Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Jézus pedig ismét ezt mondta, legeltesd juhaimat. Bizony-bizony mondom nektek, amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahová akartál. De ha megöregszel, kiterjeszted karjaidat, más fog fölövezni téged, és oda visz, ahová nem akarod. Azt jelezte e szavakkal, hogy Péter milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. Azután még hozzátette,
kövess engem. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban, mi is megújítjuk az Úr Jézus iránti szeretetünk, hitvallását, megújítjuk a hűségünket, miként megtette ezt Péter apostol, aki átmenetileg hűtlenné vált, amikor megtagadta barátját és mesterét a főpap udvarában, amikor elzárkózott a közösség vállalástól a mester küldetésében. Amikor az utolsó vacsorán az Úr Jézus arról beszél, hogy ő elmegy, de hova, azt mondja, ahova én megyek, oda ti most nem jöhettek, nem követhettek, akkor Péter hősködik, Uram, miért ne követhetnélek már most? És ebben a nagy felbuzdulásban az Úr Jézus egy kijózanító proféciát mond neki, hogy mielőtt a kakas megszólal, te már háromszor megtagadsz engem. És íme a csodálatos halfogás után, a feltámadás utáni egyik jelenés alkalmával ott a Genezáreti tó partján, ahol most az úgynevezett primátus kápolna áll, az Úr Jézus háromszor kérdezi meg Pétertől, hogy szeretsz-e engem, vagy jobban szeretsz-e, mint ezek, vagyis a többiek. Péter harmadszor már elszomorodik, hogy miért kérdezi meg háromszor a hűség nyilatkozatot az Úr Jézus, de bizonyára felidézi a háromszori tagadását, aminek ez az ellensúlyozása. Megvallja a szeretetét, és megkapja, megerősítve ebben a hitvallásban a főpásztori tisztséget, Jézus a nyáját Péterre bízza, ahogy egy más helyütt elmondja neki a névváltoztatása alkalmával, Simon János fia, te Péter vagy, azaz kőszikla, és én erre a sziklára építem egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. És rábízza tehát a küldetést, rábízza az Úr Jézus a nyáját, a közösségét, és ezáltal ő lesz a legfőbb tisztségviselő és követője Jézusnak, a jó pásztornak, aki azt mondta magáról, hogy a jó pásztor életét adja juhaiért. Kedves testvéreim, amikor Jézus meghívja Pétert, akkor egy másik foglalatossághoz köti az ő feladatát, mégpedig eredeti elfoglaltságához és munkavégzéséhez, vagyis a halászathoz. Mikor meghívja a halász apostolokat, Pétert és Andrást, Jakabot és Jánost, akkor emberhalászokká teszi őket. Most pedig, amikor a közösség már kibontakozik, a pásztorkodás feladatát kapja. Először össze kell gyűjteni Krisztus követőit, majd pedig vezetni kell őket. A mai napon az Anya Szent Egyház kibontakozásának sajátos területére tekintünk, Ugandába, Néger Afrikának első vértanúira, Vanga Szent Károlyra és 21 társára, akik ma Vanga király udvarában teljesítettek szolgálatot, némelyek a király személyes szolgálatát látták el, ellenezték a királynak a tisztátalan vágyait, aki aztán gyűlöletében 1886. június 3-án Vanga Károlyt, Mulumba Mátyást és 11 társukat kivégeztette,
másik 8-at pedig 1885. május 23 és 87. január 27-e között öltek meg. Ezeket a vértanukat részben egyeseket karddal végezték ki, másokat megégették, kínos halált szenvedtek Krisztus közösségéért, nyájáért, mint a nyájnak hűséges tagjai. Az Úr Jézus iránti hűségünk napján, ezt jelenti az első péntek szokása, hagyománya, a Jézus szíve tisztelet, ezen a napon nekünk is Péterre kell tekintenünk, és így kell lelkiismeretvizsgálatot tartanunk, hogy vajon mi hűségesek vagyunk-e az Úrhoz. Meg kell újítanunk a hűségnyilatkozatot, tudod, Uram, hogy szeretlek, és kell vállalnunk a bátor, hitvalló lelkületet is, hogy tanúságot tegyünk erről a szeretetről. Nem csak, hogy elkerüljük a tagadást a méltatlan élettel, hanem a példaadó élettel akarunk bizonyságot tenni az evangéliumról és az Úr Jézusról. Amen. Testvéreim, Jézus a vértanúk erőssége, kérjük, hogy a szent vértanúk vérével öntözött Afrikára is árassza evangéliumának fényét. Egyesítsd, Urunk, minden népet és nemzetet titokzatos testedbe, az egyházba. Kérünk téged, hallgass minket! Add, Urunk, hogy megszűnjék a faji megkülönböztetés a világon. Kérünk téged, hallgass minket! Támasz, Urunk, hivatásokat, akik szívesen vállalják a missziók nehéz munkáját. Kérünk téged, hallgass minket! Ösztönözz bennünket szereteteddel, hogy gyakran imádkozzunk egyházat terjedéséért. Kérünk téged, hallgass minket! A szent vértanúk közben járása és szeretete vezessen minket is örök szeretetedbe. Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk Jézus Krisztus, a benned hívőknek megadott, hogy a szeretetben a tökéletességre jussanak. Kérünk ad, hogy a vértanúk szeretetével hozzunk áldozatot egyházadért, és általunk is terjedjen evangéliumod örömhíre, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. 89-es ének harmadik és negyedik versszakát énekeljük. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. A szent misét élő Domonkosért és Zsófiért ajánljuk fel, imádkozzunk értük. Kérünk, Istenünk, add meg nekünk,
hogy méltón vegyünk részt a Szent Mise áldozatban. És fogad jó szívvel áldozati adományainkat, s amint szent vértanúidnak megadtad, hogy inkább a halált válasszák, mint a bűnt, foglalj le minket is egészen magadnak, s tégy oltárod méltó szolgáivá, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert Urunk Jézus dicsőséges királyunk a bűnt és a halált legyőzte, és az angyalok csodálatára fölment a mennybe, hogy Istennél értünk emberekért közben járjon, ítélje a világot és uralkodjék rajta. Ő nem azért távozott, hogy magára hagyja az esendő embert, sőt reménységgel tölt el minket, titokzatos testének tagjait, hogy követhetjük a mennybe, ahová, mint az egyház feje és az életszerzője érkezett. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, mely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Vanga Szent Károllyal és az ugandai vértanukkal, Szent angyalaiddal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, Ferenc és Gábor segédpüspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, mondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, szeretteinket, híveinket, a templomunkban nyugvókat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal merünk Atyánkhoz így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Krisztus, a mi békénk és kiengesztelődésünk. Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Jézus.
az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Testvéreim, az Úr Jézus szent szívét dicsérve, a 155-ös éneket fogjuk most énekelni. Testvéreim,
ima közösségben, az otthonaikban velünk ünneplő testvéreinkkel, imával kérjük számukra a kegyelmi találkozás ajándékát, hogy az Úr Jézust a lelki áldozással szívükbe tudják fogadni. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk. Szentségi lakomádban részesülve, Istenünk, megünnepeltük szent vértanúidnak a halálon szerzett győzelmét. Hadd, hogy amint nekik erőt adtál a kínok elviselésére, erősíts meg minket is az élet nehézségei között, hitben és szeretetben, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, június hónap, Jézus szíve hónapja, hiszen külön fő ünnepe is van az Úr Jézus szentséges szívének, amelyre majd készülünk, de a mai első péntek is ráhangolt minket arra, hogy nap mint nap megújítsuk az Úr iránti szeretetünket, és a közelgő pünkösd alkalmával pedig kérjük a megerősítést a Szentlélektől. Ne feledjük el azt, hogy holnap éjjel virasztás lesz a templomban, pünkösd vigiliáján, éjszakáján, és így készüljünk a Szentlélek kiáradására. Most áldást kérek rátok, hogy hűségesek legyünk, Péterrel együtt ki tudjuk mondani azt, hogy Uram, tudod, hogy szeretlek. És ennek a szeretetnek a jelét adjuk az énekünkkel is, 154-es ének mindkét versszakával. Jelenlévő testvéreimre, az Apostol TV és a Hegyvidék Televízió minden kedves nézőjére megerősítő áldást kérek. Élő Domonkosra és Zsófira is, akikért a Szent Misét felajánlottuk. Az Úr legyen veletek, és a te lelkedben. Áldjon, őrizzen és védelmezzen benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei sereget vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejére, taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, remélek és bízom benned, Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörög érettünk, magyarok szent őrangyala, könyörög érettünk, Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörög érettünk, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörögjetek érettünk.